hangerőt kérjük szépen még az equipmentben, szuper. Szeretettel köszöntök mindenkit, idén is lett arckiállítás, már sokáig művizetként nem lesz, de nagyon örülök neki, és azután is köszönöm a kollégáimnak, akiket már is be fogok önöket mutatni, hogy vérem és verejtékkel összehozták ezt a kiállítást. Ebben az évben több mint 1100 pályázat érkezett, 11, akarom mondani, 111 alkotást mutatunk a kiállításon, ebből 84-et kérően óriás plakátom, és 27-et egyébként egy gyűjtő plakátom. Amit tudják, hogy látták, a téma idén az volt, hogy te miben hiszel, és az erre feltett kérdésre beérkező válaszokat próbálták különböző módon artikulálni a pályázók, annak ellenére, hogy idén is nagyon szabad keretek között mozoghattak ennek a kérdésnek a megválaszolását illetően, mint ahogy ezt már az elmúlt években is megszokhatták. A gyűjtő plakáton, amit említettem, azok a bizonyos pályázati változatok, amelyek tulajdonképpen egymás elvényi hasonlítanak, hiszen eléggé népszerű fogásokat kerestek, amikor válaszokat kerestek a kérdésünkkel. A mai sajtótájékoztató egy kicsit rövidebb lesz, mint amilyen szokott, megpróbáltunk kicsit innovatívak lenni, mint amilyenek eddig voltunk, és szeretném rögtön be is mutatni az arc tagjait, akik idén is ezt a kiállítást létrehozták, nem vagyunk sokan, gyertek ide, Niki, Léci, gyere ide. Önöknek jobbra Bakos Gábor, Molnár Hédi, szerint személyen Boros Nikulett és Polgár Eszter. Mi őtten vagyunk felelősök azért, hogy ez a kiállítást pedig létezik. Köszönjük szépen! De a helyzet az, hogy ez a taps igazából természetesen nem nekünk jár, hanem főleg azoknak, akik itt kínülnek, hiszen ők a mi pályázóink, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy idén is nagyon érdekes képek érkeztek be, és nagyon érdekes gondolatok. A két hölgy, aki mellé most leülök, Füleki Bettina, a Budapest Ed School alapítója, valamint a Hammer Kreatív igazgatója, valamint Erdős Virág, budapesti költő. Okay. És ők ketten helyet foglaltak abban a zsűriben, amely idén is végignézte az összes alkotást, és most meg fogom tenni, hogy megkérdezem Bettinát először, hogy mint reklámos, mint reklámsúri alapító, milyennek látod az idei mezőnyt, mi az az érzés, amit elvittél magadban a végülségben. Nem ezt az emberek, mert ez nincs erre idejük. Hát az, hogy ilyen plusz projekteket futtatni a megjelenő projekteknek, ez nem
fajta gondolatokat nagyon máshol nincsen terepet. Tehát, hogy most egy klasszikusan a reklámfesztivál, ugye van a TCL kategória, vagy a társadalmi cél a reklám kategória, hogy ott vannak hasonló jelenleg alkotások. Tehát azért foglalkozik, aki mondjuk társadalmi cél a kategóriában, ez foglalkozik hasonló alkotásokkal, de ennek ez egy másik terepe lehet. Nagyon a komedis népszerűségét köszönöm szépen. Virág. Azt mondja, Bettina, az emberek lusták, fáradtak, legalábbis a reklámszakmában, ahol még lehet pénzt is keresni állítólag. Közöny van? Láttál ebben a kiállításban erre utoló jeleket, hogy jól megjelenítették ezt, vagy most úgy tűnve először, hogy mit éreztél, te mit vittél, hogy vittél el? Hát én most kapcsolatom be erre a szerepbe a munkával, és azt mondja, ez pont a megfelelő pillanat volt, mert én gondolom, hogy most jöttem ez az idő, amikor igazán tétje van annak, hogy mennyire merjük és merjük egyáltalán bánulni az arcunkat. Ez is érdekes, hogy ennél erre a helyzetre is nagyon sok pályam reflektált, amikor egy üres képet adtak be, semmiben sem hisznek, vagy például egy műtelen díjazott is lett, hogy újságbombot vágott vettük el felhívva azt, hogy nem merem elmondani, hogy miben hiszek. De nagyon sok ilyen poénos, tehát magában a válasznak a legigállásával válaszolt, és akkor erre utalt egy picit talán a szólásszabadság majd helyzetére, ami ugye azt mondja magához a pályázatot is. Nagyon sok politikai jellegű pályam is született. Ez úgy, azon gondolkodtam, hogy miért érezzük ezt kevésbé erősen, hogy itt magam személy szerint talán a Facebookon olyan mennyiségben szembesülünk ilyen vizuális politikai gerjekkel, ahogy talán ez egy picit már terítődve vagyunk, úgyhogy én azon túl, hogy az mondjuk ezen belül meglepő, hogy mennyire erősen képviseltük egy munkat, az a téma mennyire erősen jelent meg a kirándulás témája ezek között a politikai témák között. De nekem igazából a szívem azok álltak közel, amik valamilyen személyes tétet mutattak fel. Például volt egy rólam Gergely Mártinak, a abszolút a szívem közepe volt, ahol történetesen volt egy költő, tehát látunk a képen, és meg is jelenik egy tandori sor, hogy most, akkor ugyanúgy, mint mindig lett föl ideje, hogy ez a sor egy abszolút érdekes helyen jelenik meg a Pallas Zoltán költőnek a karrierre tett tovább. Hogy abszolút magáévá tartozó szöveggel állunk szemben, amivel szembesülünk. Érdekes, hogy ezt a helyzetet is abszolút bevállalja, amiben ő van, ő egy anonim önsegítő csoportnak a tagjaként jelenik meg ezen a képen. A kép címe is erre utal, csak a mai nap, tehát miben hiszen csak a mai napban kell hinniük ezeknek a csoportoknak a tagjainak. De ez, ami a legérdekesebb az, hogy maga ezen a képen csak az arcát nem látjuk be, igen, tehát az arc hiányzásokat közül egy olyan képet, ahol ott az arca van eltakarva egy embernek, egy költőnek ezzel az idézettel, ez így egyben azt érzem, hogy az furcsa, hogy minden egész más kontextusban helyezünk azt, hogy egy hatalmas, óriás plakát, vagy Budapest kellős közöttén kiderül, de mint a például ez a kép, azt próbálna megsugálni, sugálni felénk, hogy gyakorlatilag mindnyájon egy magyarországi méretű és kb. 10 milliós tagjegyszámú anonim önsegítő csoportnak a tagjai vagyunk, akik a mindenféle napi politikai küzdelmeken túl a legfontosabb és legnehezebb és talán a kevésbé elodázható küzdelmet ezt a saját arcunk visszaszerzését folytatjuk.